Fejlesztés. Három okos megállót alakított ki a megyeszékhelyen a DKV. Ügyelet. Az ünnepek alatt időpontfoglalással fogadják a vakcináért jelentkezőket. Tankcsapda. Egy jótékonysági akció részeként babgulyást osztott az együttes a belvárosban. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója a Napszemle. December 22-e szerda van, már is mondom a legfrissebb helyi híreket. A nagyállomásnál, a Csokonai Színháznál és a klinikáknál új, úgynevezett okos megállókat alakított ki a DKV. A berendezéseknél lehet jegyet és ebérletet váltani, valamint tájékozódni menetrendi adatokról, a járművek érkezéséről és forgalmi hírekről. A fejlesztés Nagyvárad és Debrecen közös fejlesztési programjának része. Így néz ki az az információs berendezés, amelyből hármat helyeztek el a városban. Egyet itt a Csokonai Színház megállóban, a másik kettőt a nagyállomáson, illetve a klinikáknál. Az úgynevezett önkiszolgáló kioszkokban jegyet vagy akár e-bérletet is lehet vásárolni. Elérhető az utastájékoztató rendszer, így nyomon lehet követni a járművek valós idejű érkezését is. A vásárlásnál most már, ugye, ahogy haladunk előre, a készpénzes megoldás helyett a kártyás megoldást részesítettük előtérbe, illetve a projekt keretein belül az utastájékoztató rendszer fejlesztése az nem csak az eszközökön, hanem a járműveken is megvalósult. A DKV vezérigazgatója elmondta, a debreceniek nyitottak a hasonló jellegű újításokra, emellett a berendezés a városba érkező turisták számára is könnyen kezelhető. Úgy veszük észre, hogy az utazó közönség szereti ezen újításainkat, hogyha azt nézzük, hogy az elektronikus platformon történő vásárlás már a teljes értékesítés, bérletértékesítés kapcsán kb. 30%-on áll jelenleg, azt gondoljuk, hogy ebben van még potenciál. Borcsa Lajos alpolgármester hangsúlyozta, azt szeretnék, ha autók helyett minél többen választanák a tömegközlekedést. Ennek érdekében igyekeznek minél több olyan fejlesztést megvalósítani, ami vonzóbbá teszi a közösségi közlekedést. Jövőre érkeznek már az új buszok, januárban üzembe fognak állni az első dízelüzemű Mercedes típusú buszok, illetve tavaszra várjuk majd az elektromos buszainkat is, ami azt jelenti, hogy a zöld fejlesztés jegyében is a zöld kezdeményezések jegyében is élen jár a DKV. Az okos megállóhelyek kialakítása Nagyvárad és Debrecen közös határon átnyúló projektjének egyik eleme. A beruházási költség 41 millió forint volt. Közeledik a karácsony, de az oltóközpontokban folyamatos a munka. A Betlen utcai rendelőintézetben ma is több százan kapták meg a koronavírus elleni vakcina első, második vagy harmadik adagját. Az ünnepek alatt is lesz oltási ügyelet, de csak időpontfoglalással fogadják a regisztráltakat. Debrecenben 360 napja kezdődött az oltási akció, azóta nincs megállás a munkában. A Betlen utcai oltóközpontban ma is 10 rendelőben fogadták a vakcináért érkezőket. A legtöbben most is a harmadik adag koronavírus elleni oltást kapták meg. Hál' Istennek, eddig még nem kaptam a vírust, úgyhogy szerintem a vakcinának is köszönhető. Csütörtökön még a megszokott rendszerint fogadják az oltásra érkezőket a Betlen utcán. A karácsonyi hosszú hétvégén az egészségügyi dolgozók többsége is pihen, de lesznek, akik akkor is dolgoznak. Amikor 10 oltóhelyjel biztosítjuk a oltakozóknak a kiszolgálását, azt nem fogjuk az ünnepek alatt fenntartani, viszont ügyeletet fogunk működtetni, valamennyi kórház működtet ügyeleti ellátást, ez egy oltóhelyre szorítkozik, és aki előjegyez erre az időpontra, azokat be fogjuk oltani. Hétfőtől ismét teljes kapacitással dolgoznak az oltóközpontban. Az Omikron variáns terjedése miatt továbbra is a vakcina felvételére buzdítanak az orvosok. Magyarországon egy nap alatt 139 beteg hunyt el. A fertőzöttek száma 3359-el nőtt. Hajdú-Bihar megyében 170 új esetet regisztráltak. A koronavírus negyedik hulláma a szállodákra is hatással volt. A kedvező nyári és őszi forgalmi adatok után az évvége jóval visszafogottabb. Több vállalat is lemondta például az évzáró céges rendezvényét. A szilveszteri időszak iránt azonban nagy az érdeklődés.
Hatalmas bulit csapott egy korábbi év végén a Hotel Lícium. A miskolci Elvis szórakoztatta a közönséget. Az elmúlt hetekben a koronavírus járvány miatt több céges rendezvényt is lemondtak, vagy óvatosságból tavaszra halasztották. Szilveszterre és annak előestjére azonban élénk az érdeklődés. Nem csak ízvilágban, de látványban is különleges fogásokkal készülnek a konyhán. Fúzionáljuk az ételeket és a szokásokat, egy összetettebb menüsorral készülünk, egy ilyen hűtött pulton, jégágyon különböző sashimik, sushikat készítünk, pácolt halakat, algasalátával, minden. Nagyon szeretik a vendégek, nagyon látványos, amikor egy csomó friss hal felszeletelve felmarakva egy pultra, ez kihagyhatatlan. Az óvatosság a szálloda forgalmán is érezhető. A nyári időszakban és az ősz első két hónapjában magas volt a hotel telítettsége. A vendégek mellett üzletemberek is szép számmal foglaltak szobákat, emellett a konferenciákra és egyéb rendezvényekre is sokan érkeztek. November közepétől azonban vélhetően a kedvezőtlen járványügyi adatok miatt visszaesett az érdeklődés, de még így is túlszárnyalták a tavalyi eredményeket. A tavalyi évhez képest mindenképpen jobbak a számaink, hiszen tavaly már november 11-én le is állt és bezárt nagyon sok szálloda, és ennek a hatása már szeptember végétől érezhető volt. Tehát ehhez képest a tavalyi évhez viszonyítva jobbak a számaink. A két évvel ezelőtti csúcsévet, hiszen csúcsévek voltak a Covid előtt, viszont még nem értük el. A hosszú hétvégig idén is keresettek voltak, csak nem teltházzal működött a szálloda ezeken a napokon. Januárban és februárban visszafogott forgalomra számítanak. Abban bíznak, hogy márciustól ismét felélénkül a vendéglátás. Több mint 300 adag babgulyást osztott ki délután a belvárosban a tankcsapda. Az együttes tagjai fogyatékkal élő fiatalok számára gyűjtöttek pénzt a rendhagyó karácsonyi akcióval. Az ételosztáson becsületkassza volt. Mindenki annyit dobott az üvegbe, amennyivel támogatni tudta a kezdeményezést. 360 literes üstben főtt a hatalmas adag babgulyás. 36 kiló hús bekerült bele. Emellett 20 kg bab és rengeteg zöldség. Több mint 300 adag készült a tartalmas levesből, amelyet műanyag edényekbe porcióztak ki. A jótékonysági ételosztáson a tankcsapda tagjaitól kapták meg a babgulyást a résztvevők, ezért is sokan álltak sorban a fagyos időben. A segítség az nagy öröm, úgyhogy csak és kizárólag ezért. Meg hát ugye már a kis melegleveséért is. A pulton becsületkassza volt, mindenki akkora összeggel támogatta az akciót, amennyivel tudta. A tankcsapda évekkel ezelőtt kötött ismerettséget egy debreceni fogyatékkal élők otthonának lakóival. Rendszeresen segítik őket. Most, bár az évzáró nagy koncertjükre készülnek, de úgy döntöttek, hogy az ételosztással is szebbé teszik a fiatalok életét. Az év vége az ilyenkor nagyon egy frekventált időszak, de az az igazság, azt szokták tudom mondani, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen ideje. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az, aki tud, az segítsen annak, akinek szüksége van rá, ezért vagyunk ma itt. A babgulyásból befolyt összegből sportprogramokat szerveznek majd a fogyatékkal élő fiataloknak. Édességeket és könyveket tartalmazó adománnyal lepte meg Katona Erzsébet önkormányzati képviselő a családok, illetve gyermekek átmeneti otthonában élőket ma délután. Állatos, autós vagy éppen színezős könyvek közül is választhattak az intézmény gondozottai. Az átmeneti otthon krízishelyzetbe került debreceniek számára nyújt menedéket. A Böszörményi úti intézményben jelenleg 5 család és 24 gyerek él. Katona Erzsébet, a körzet önkormányzati képviselője, az ő karácsonyukat szerette volna szebbé tenni a 100 000 forint értékű adománnyal. Bízom benne, hogy nem csak a könyvnek a tartalma, hanem esetleg az a találkozás is eszükbe jut, hogy volt valaki, akit nem is ismernek, és tulajdonképpen mégis gondoskodik róluk. Itt az egyik kislány mondta, hogy ő szívesen választ egy tündéres könyvet, és ugye kérdeztem tőle, hogy találkozott-e már tündérrel, mondta, hogy még nem, és mondtam neki, hogy hát pedig lehet, hogy már találkozott, de nem minden tündérnek van szárnya. A május Debrecenben is az újranyitás jegyében telt. Az év utolsó tavaszi hónapjában újabb üteméhez érkezett a halápi vízvezeték hálózat építése, és bemutatták a város központi játszóterének terveit. Folytatjuk 2021 legfontosabb történéseit bemutató sorozatunkat. Május elején újra voltak fürdőzők az Aquaticum élményfürdőben, és látogatók az állatkertben. A debreceni intézmények is újra nyithattak, miután a beoltottak száma országosan elérte a 4 milliót.
A tavasz utolsó hónapjában megkezdődött a vezetékes ivóvízhálózat kiépítésének második üteme halápon. A 500 milliárd forintos fejlesztés eredményeként az intézmények mellett csaknem 400 család jut tiszta, egészséges vízhez. Én szeretném azon bizodalmamat is kifejezésre juttatni, hogy az ilyen típusú infrastruktúrális beruházások, mint például a vezetékes ivóvíz, az Halább városrészt is vonzóvá fogják tenni azoknak a fiataloknak, akik családot alapítanak, akik most akarnak építkezni. Májusban mutatták be, milyen lesz a Nagyerdő legkedveltebb játszótere. Az ötholdas pagony alakul át szigetkékké, mivel Szabó Magda ifjúsági regénye ihlette az új, akadálymentesített park kialakítását. A fejlesztési programnak nagyon fontos missziója, koncepciója, hogy ezt a játszóteret ne csak időszakos jelleggel lehessen használni, hanem egy úgynevezett 4 évszakos játéktér jöjjön létre. Lesz egy központi eleme épülete, egy 5 emeletes kilátó toronnyal. A jó időben már a szabadban is sportolhattak a Józsán élők. Itt adták át a város 18. kondi parkját. Története legeredményesebb évén van túl a Deac. A sportszakmai sikerek mellett gazdaságilag is stabil lábakon áll a klub. Ez a Debreceni Egyetemnek és az állami támogatásoknak köszönhető. A Deachoz a közeljövőben újabb szakosztályok csatlakozhatnak. Fennállása első magyar kupa győzelmét aratta tavasszal, a bajnokságban pedig az elődöntőig menetett a Deac jégkorong csapata. Folyák elől fölrakja Heinztak! Rendkívüli szezont zártak a kosárlabdázók is. Számukra egy magyar kupa ezüst mellett kis ilyen dobogót ért az élvonalban a jó szereplés. Az egyetemi klub labdarúgói ugyan kiestek a másodosztályból, korábban azonban még nem játszottak ilyen magas szinten. A kimagasló eredmények futszában sem maradtak el. A férfi csapat a felsőházban, a női kupa győztesként és bajnokként zárt az első osztályban. A Deac ügyvezetője szerint a klub történet legeredményesebb idénye volt a 2020-2021-es. Talán egy ilyen emlékezetes év volt a 2017-es, ami a Deac aranyéveként vonult be itt a Deac történelembe, amikor 4 csapatunk is osztályt lépett egy szezonban, de sikerült 2021-ben azért ezt is megüberelni, és tényleg csodálatos eredmények születtek a csapatok részéről. Lóci Lászlóné Kovács Marianna úgy látja, egyre jobbak az infrastruktúrális feltételek, és ez a legnépszerűbb sportágak mellett a legkisebb szakosztályokra is igaz. Ebben nagy szerepe van a Debreceni Egyetemnek, de az állami támogatások is szükségesek voltak a működéshez. A Deac támogatást kapott a koronavírusra tekintettel, illetve többek között éppen az előző szezon jó eredményeinek hatására idén új források is rendelkezésre álltak. Kiemelt vidéki klubként külön támogatásban részesítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma a klubunkat, és ami nagyon nagy öröm, hogy ez nem egy egyszeri támogatás, mint a Covid költségekre vonatkozó volt, hanem ez egy 6 éves program, aminek most az első évét teljesítettük. Az ügyvezető szerint több sikercsapat nem úgy kezdte az őszt, ahogyan várták, de mindenhol látják a lehetőséget a gyengébb eredmények javítására. Van egyébként esély arra is, hogy a következő hónapokban újabb szakosztályok is csatlakoznak a Deachoz. Eddig tartott ma a Napszemle. Riportjainkat keressék a dehir.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!